segítségünk és a mi ünneplő lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el, testvérek, a mi ünnepi istentiszteletünket a 25. Zsoltár első versének az eléneklésével. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Édesatyánk, Istenünk, áldott legyen a te drága szent neved, hogy ránk virasztottad újból a gyülekezetnek ezt a szép, nagy családi ünnepét. Köszönjük neked, Urunk, hogy ide vezethettük eléd a mi felserdült fiainkat és leányainkat. Köszönjük, hogy hirdethettük nékik is az evangéliumnak az igazságát, és hogy ők is megismerhettek valamit, Urunk, abból, ami a mi számunkra is a legdrágább, a Krisztus útjából, a te örök igazságodból. És köszönjük néked, Urunk, hogy most ők maguk is vallást tehetnek róla, és fogadalmat tehetnek arra, hogy ők is Krisztust akarják követni velünk együtt. Hadd tudjuk hát befogadni őket lélek szerint is a gyülekezetnek a nagy családi közösségébe. És add, Urunk, hogy az egész gyülekezet hadd növekedjék a te megismerésedben tovább. Hadd épüljön, mint egy szent és élő templom, amelyikben a te jelenléted mindig újra és újra valósággá válik. Most is, Urunk, ne csak a külsőségek, ne csak az ünnepélyes szertartás legyen az, ami hat reánk és a mi gyermekeinkre, hanem különösen azt kérjük, hogy te magad a te szent lelkeddel konfirmáld őket, erősítsd meg őket az ő hitükben és hozzád való hűségükben. És velük együtt bennünket is, Urunk, idősebbeket, mindnyájunkat, hogy jobban tudjunk szeretni téged, hogy hűségesebben tudjunk követni téged, és a te szent neved dicsőségére tudjunk élni. Hallgass meg bennünket, könyörgünk Jézus érdeméért. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném most meghirdetni előttetek. Írva található a János evangélium a 20. részének 19. és következő verseiben eképpen. Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybe gyűltek a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállott a középen, és mondanékik, békesség néktek. És ezt mondván megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látták az Urat. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak,
Nem volt ő velük, amikor eljött Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondanéki, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai. Tamás is velük volt. És noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, megállott a középen, és mondta, békesség néktek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás, és mondta néki, én Uram, és én Istenem. Mondta néki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Eddig a szentünk. Kedves testvéreim, ezen a mai ünnepi istentiszteletünkön, amelyre összegyülekeztünk, ismét a fiataloknak egy kis csapatát fogadjuk be a gyülekezetnek a nagy családi közösségébe. Íme itt vannak előttünk ezek a felserdő fiúk és leányok ünnepi díszben, akiknek a szülei az ő keresztelésük alkalmával, tehát körülbelül 13-14-15 esztendővel ezelőtt azt ígérték, hogy úgy nevelik és neveltetik őket, hogy felnövekedvén ők maguk is tegyenek majd vallást a gyülekezet előtt az ő Krisztusban való hitükről. És íme ezért állnak majd most ide mindjárt ennek az istentiszteletnek a keretébe, Isten és a gyülekezet színe elé. És ezért fogják majd kijelenteni ők maguk is azt, hogy Krisztus evangéliumát ők is hiszik és vallják. És a Krisztushoz és az ő anyaszentegyházhoz való hűségüket ők is megígérik és ők is megfogadják. Nos testvérek, éppen ehhez a hitvallás tételhez és ehhez a fogadalom tételhez szeretném én mostan a felolvasott íge alapján Isten komoly figyelmeztetését és bátorítását elmondani néki, de nékünk mindnyájunknak is, mert mindnyájunk számára érvényes. Mindenek előtt arra figyelmeztet bennünket ez az íge, hogy mennyire fontos egy Krisztust követni akaró ember számára az, hogy beletartozzék a többi hívőknek a közösségébe. És hogy részt vegyen a gyülekezetnek az összejöveteli alkalmain. Azért olyan rendkívül fontos ez, testvérek, mert éppen ott a gyülekezetnek az összejöveteli közösségében és alkalmán tapasztalhatja meg minden hívő ember mindig újra és újra a Jézus valóságos jelenlétének a csodáját. Nézzétek, itt a történetben is arról van éppen szó, amit felolvastam, hogy a tanítványoknak ez a kicsinke kis csapata husvét napjának az estéjén együtt ültek zárt szobában egy helyen, és miközben Jézusról beszélgettek, és miközben egyik is meg a másik is elmondotta a maga élményeit és a maga tapasztalatait, a feltámadott Jézussal való találkozásról, azt, hogy látták az Urat, azon közben egyszerre csak megjelent közöttük maga Jézus. Hogy nem valami egészen titokzatos és megmagyarázhatatlan módon egyszerre csak ott állt közöttük személyesen az, akiről beszélgettek. Tehát, mint egy valóságosan is megtapasztalták az ígéretnek a valóra válását, amit Jézus még korábban tett nékik, hogy ahol ketten, vagy hárman, vagy többen egybegyűlnek az én nevemben, én magam is ott leszek közöttük. És íme a tanítványok így voltak együtt a Jézus nevében, Jézust emlegetve, és akiről beszéltek, egyszerre csak az is megjelent között. Nos, kedves testvérek, az ma is az igazi jelentősége minden Isten tiszteletnek.
Minden bibliórának és minden más egyéb olyan összejövetelnek, ahol hívő emberek azzal a céllal jönnek össze, hogy beszélgessenek Jézusról, hogy ott nem csak az történik, hogy beszélnek Jézusról, hanem az történik, valóságosan megjelenik maga Jézus is közöttük. Ott van személyesen. Ebből pedig akkor az következik, hogy tehát itt is, most is, mi közöttünk is, éppen olyan valóságosan és éppen olyan személyesen itt van Jézus közöttünk, mint ahogyan akkor abban a kicsin tanítványi körben ott volt. Csak talán mi a testi szemeinkkel nem látjuk úgy, mint ahogyan ők látták egy-egy pillanatra. De lelkének a hatását és lelkének az erejét mi is éppen ugyanúgy megtapasztalhatjuk, mint ahogyan ők megtapasztalták akkor. Testvérek, én nem akarom és nem is tudom magyarázni, hogy hogyan lehetséges ez. Tanítványok se értették, hogy a zárt ajtókon keresztül egyszerre csak ott állt előttük Jézus, miközben róla beszélgettek, de feltétlenül hiszett, és nagyon sokszor megtapasztalta. 100%-osan meg vagyok győződve róla, kedves testvéreim, hogy az, amit mi így szoktunk énekelni, és az előbb is így énekeltünk, hogy itt van Isten köztünk, az sokkal reálisabb igazság, mint ahogyan egyáltalán gondolnánk, mint ahogyan a legmerészebb fantáziánkkal el tudnánk képzelni. Tehát bármilyen gyülekezeti alkalomnak a lényege éppen abban van, hogy rajtunk kívül, akik egymást látjuk, ott van még valaki más is, akit nem látunk. Jézus. És én azt nagyon jól tudom, hogy ez roppant merész állítás. Pláne, hogyha arra gondolunk, hogy micsoda nyavajás emberek vagyunk mi. És milyen gyenge a hitünk. És mennyire alkalmatlanok vagyunk, meg pláne mennyire méltatlanok vagyunk mi arra, hogy Jézus az ő megjelenésével megtiszteljen bennünket, az ő jelenlétével megtiszteljen bennünket. De hát az a kis tanítványi sereg, az se voltán különb semmivel, mint amilyenek mi vagyunk. És mégis sem a zárt ajtó, sem a tanítványoknak a hitetlensége, kételkedése, kishitűsége, vagy bármi más egyéb gyarlósága és gyengesége nem akadályozta meg Jézust abban, hogy megjelenjék közöttünk. Tehát ebben van minden összejövetelünknek, amiben Jézus nevében összejövünk, ebben van az értéke, és ebben van az ajándéka. Sőt, hadd mondjam egyenesen így, azért jövünk össze ketten, hárman, vagy 200-an, vagy 500-an, hogy megéljük a Jézus jelenlétének a csodáját és a valóságát. És hogyha valaki nem ezért jön, akkor vajon miért jön? Egyáltalán miért jön akkor? Csak egy régi szép szokást gyakorolni? Vagy egy kis ágyitatos hangulatban megfürdetni a lelkét? Vagy egy-egy ismerőssel találkozni? Vagy pláne egy emberi szónoki teljesítményt végighallgatni és azt megbírálni utólag? Testvérek, ezért nem érdemes. Mindig azzal az igénnyel gyertek ide, fiatalok és idősebbek, meg mindenféle más egyéb összejövetelére a gyülekezetnek, hogy ott Jézusnak a jelenlétét, Jézusnak az erőt adó közelségét akarjátok megélni, és éppen ezáltal akartok fölkészülni az elkövetkezendő hét mindenféle küzdelmeire, ami az életben reátok vár, és az abban való helytállásra. Tehát ez a történet, amit felolvastam, egyenesen tudatosítsa bennünk azt, hogy igen, itt van Isten köztünk. Itt van Jézus. Valóságosan és személyesen, most is mi közöttünk.
A történetek a további részéből azután az is kiderül, még jobban kiderül, hogy mennyire szükséges a Krisztust követni akaró ember számára az, hogy ott legyen ő maga is a gyülekezeti közösségben, és hogy valóban részt vegyen a gyülekezetnek az összejöveteli alkalmai. Mert nézzétek, éppen azt olvastam itten az elét, hogy Tamás pedig, tehát annak a kis gyülekezetnek az egyik tagja, nem volt velük, amikor eljött Jézus. Tehát abból az együttlétből, ahol a tanítványoknak olyan boldog élményük volt a Krisztus jelenlétének a megtapasztalásában, Tamás hiányzott. Tamás nem volt. Lehet, hogy valami sürgősebb dolga támadt hirtelen, lehet, hogy fáradt volt, lehet, hogy nem volt kedve, lehet, hogy már elveszítette a reménységét, mindegy, hogy miért. Lényeg az, hogy Tamás nem volt ott. Tamás kimaradt a gyülekezetből, és így kimaradt Tamás egy nagyon-nagyon boldog megtapasztalásból is. Lám még a többi tanítványoknak a hite már megerősödött a feltámadott Krisztusban, ő még mindig kételkedik, tépelődik, vihaskodik magával, sőt, lassan még a maradék hitét is egészen elveszíti. Testvérek, nagyon-nagyon komolyan szeretném a lelketekre kötni, fiatalabbaknak is, de az idősebbeknek is. Mindig így jár az, aki elmarad a gyülekezettől. Én már nagyon sokszor láttam, hogy egy-egy ember, aki elveszíti a kapcsolatát a gyülekezettel, a többi hívőknek a közösségével, az lassan elveszíti a kapcsolatát magával, Jézus Krisztussal is. Nagyon-nagyon mély igazság van ebben az isteni gondolatban, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Lelkileg se jó. A hit életben való megmaradás szempontjából pláne nem jó. Mert aki magára marad, és akinek nincsenek imádkozó társai, és aki nem tartja kapcsolatát a Krisztus többi követőivel, annak a hite is egyre gyengébbé válik, egyre bizonytalanabbá válik, és lassan kialszik, mint a magányosan égő gyertyalángya a szélben. Az nem baj, hogyha valakinek kételyei vannak, mint Tamásnak, hitbeli kételyei vannak, az nem baj. A baj csak az, hogyha valaki ezekkel a kételyeivel magára marad. És egymaga akar megharcolni ezekkel a dolgokkal, ezekkel a gondolatokkal. Hát nézzétek, ezért hívunk benneteket mindig újra és újra ide a templomba. Meg a gyülekezetnek a többi összejöveteleire és a Biblia órákra. Mert hiszen egymás hite által épülünk, még akkor is, hogyha egyenként akármilyen gyakra is a hitünk, mert az. Mégis egymás hite által épülünk. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van testvéri szíveknek olyan összejöveteli alkalmaira, ahol együtt hallgatjuk az ígét. Ahol együtt mondjuk az imádságot, ahol közösen énekeljük a zsoltát. Sőt, ezen kívül szükségünk van olyan bensőségesebb, olyan meghittebb, szűkebb együttlétre is, ahol ki kitárhatja a lelkét teljes őszinteséggel, és elmondhatja a problémáit, mint ahogyan Tamás tette ott a tanítványoknak a körében, amikor olyan őszintén megmondotta, hogy ha pedig ő nem látja a Krisztus kezén a szegeknek a helyét, ő semmiképpen nem fog hinni benne. Tehát testvérek, ki kell törni a lelki magányból, és együtt kell lenni időnként olyan emberekkel, akik már találkoztak a feltámadott Krisztussal, mert a kételkedő ember is, és a kishitű ember is így győződik meg azután, így jut majd teljes bizonyosságra afelől, hogy Jézus valóban feltámadott, hogy Jézus igazán él.
A továbbiakban azután még arra is figyelmeztet bennünket ez a történet, hogy Jézus akkor is jelen van, amikor valaki nem gondolja, nem számol vele, sőt, amikor egyáltalán nem is hiszi, akkor is jelen van Jézus. Képzeljétek el, micsoda hallatlan, kínos meglepetés lehetett Tamás számára az, amikor Jézusnak a szájából kénytelen visszahallani a saját szavait, amiket egy héttel azelőtt mondott. Amikor Jézus azt mondja, hogy Tamás, hozd ide a te ujjadat, és bocsásd be az én oldalomba, és hozd ide a te kezedet, és tapogasd meg vele az én sebeimet, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Hát tényleg így mondta Tamás. Egy héttel ezelőtt a tanítványoknak pontosan így mondta. Ezekkel a szavakkal mondta. Mint hogy egy láthatatlan magnó szalagra fölvették volna a szavait, és mostan visszaforgatnák előtte. Roppant kínos helyzet. Hát Jézus hallotta, amit ő a tanítványoknak egy héttel azelőtt mondott. Hiszen Jézus akkor nem volt ott, vagy mégis ott volt. Hát akkor is ott volt Jézus, amikor Tamás őt nem látta. Bizony, testvérek, ennyire közel van hozzánk az a láthatatlan világ, amelyikben Jézus van. Ennyire közel van hozzánk az Istennek a világa. Nem valahol túl a csillagvilágokon, túli messzeségben, megfoghatatlanságban valahol, nem, mert ott megint más csillagvilágok vannak, hanem Istennek ez a láthatatlan világa itt van, itt. Itt van, körülvesz bennünket. Az a láthatatlan Jézus ennyire pontosan hall és lát mindent, amit mi ebben a látható világban cselekszünk vagy mondunk. Éppen ezt akarja megéreztetni Jézus Tamással, és minden más Tamással, hogy döbbenjen rá minden hitetlen Tamás és minden kételkedő ember arra, hogy az a Jézus, akit az öt érzékszervünkkel nem tudunk megragadni, közelebb van hozzánk, mint az ingünk, meg mint a bőrünk. Körül vagyunk véve az örökké valósággal. Bele vagyunk burkolva az örökké valóságba. És körös körül ez a látható mindenség, amely elválaszt bennünket az örökké valóságtól, ez olyan vékony, hogy áthallatszik rajta minden. A sóhajtás is, a gondolat is. És átlátszik rajta minden, a legtitkosabb cselekedet is. Jó lenne, testvérek, néha, amikor nem egészen tiszta gondolat vagy szándék van bennünk, vagy amikor csúnyán beszélünk, vagy cselekszünk, jó lenne, hogy olyankor arra gondolnánk, hogy mindent tud, mindent lát, mindent hall valaki, aki láthatatlanul jelen van. Nem lehet elfutni, és nem lehet elbújni az Isten elől. Jézus ott is jelen van, ahol te nem gondolnád. És Jézus akkor is lát és hall mindent, amikor te nem szeretnéd, hogy valaki lássa és hallja azt, ami történik, amit mondat, vagy amit cselekszel. De testvérek, ez nem csak nagy figyelmeztetés a számunkra, hanem szinte azt mondhatnám, még ennél is nagyobb bátorítás, még nagyobb buzdítás, ami azt jelenti, hogy merj hinni egy olyan valakinek a létezésében, és melletted állásában, akit nem látsz. Merjed hinni akkor is, hogyha nem látod. És merj számolni vele. Maga Jézus így mondja ezt, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Igen, testvérek, én nagyon jól tudom, hogy egy olyan korban,
amikor mindent lemérnek, kiszámítanak, távcsővel vagy mikroszkóppal átkutatnak és vegyileg kielemeznek, és kísérletileg bebizonyítanak, egy ilyen korban roppant nehéz hinni egy láthatatlan Istenben. A mai ember már hozzászokott ahhoz, hogy csak azt hiszi el, amit lát, amit a kezével megragad, amit az elméjével meg tud érteni. Azt tartja csak valóságnak, amit be tud bizonyítani, esetleg kísérletekkel is. És ami a fejébe nem fér bele, arra egyszerűen rámondja, hogy az nincs is. A modern ember, a mai ember azt igényli, hogy a saját agyvelejének a fölfogó képessége lehet csak a mértéke annak, ami létezik. Minden más egyébben szemben kételkedik. Jézus pedig azt mondja, azok a boldogok, akik nem látnak és hisznek. Mint ha csak azt mondaná Jézus, hogy merj hinni. Merj hinni. Ne félj hinni te egy olyan valakinek a létezésében, akit nem látsz. Az, hogy nem látod, az nem azt jelenti, hogy nincs. Attól ő még lehet. Sok minden dolog van, amit nem látunk, aztán mégis van. Hát nézzétek, az édesanyátoknak a szeretetét. Vajon ki lehetne mutatni vegyileg? Vagy boncolás által meg lehetne állapítani, hogy na itt van ez a szeret, ez a te is szeret. Aztán mégis tudjátok, hogy van, ugye? Abból éltetek mostanáig. Vagy Beethovennek a 9. szimfóniájában le lehetne mérni akármilyen precíz mérlegen az örömet, és mégis benne rezdül a hatalmas kórus minden hangjában. Nos hát, Jézusról és az Isten világáról is, amit nem látunk, másképpen lehet csak meggyőződni. Csak a hitáltal lehet tudomást venni róla. Látás által egyébként is csak külsőleges ismeretre jutunk el, az igazi lényegnek a megragadására nem. Nézzétek, Pilátus látta Jézust. A római katonák a kezükkel fogták Jézusnak a testét, és fogalmuk se volt róla, hogy ki ez a Jézus, nem ismerték. Pál apostol sose látta Jézust. Bethlen Gábor, Schweitzer Albert soha nem látták Jézust, de ők ismerték. Ők ismerték igazán. Hogyan? A hitük által. Senki ne gondolja tehát azt, hogy valami alacsonyabb rendű funkció a hit a látásnál. És senki ne féljen attól, hogy valami maradi dolgot művel, valami tudományellenes magatartást tanúsít akkor, amikor hisz. Mert a hit az több, mint a látás. A hit a lényegnek a megragadása. Ne szűkítsük le tehát magunk körül a világot csak a látható dolgokra. És ne szegényítsük meg magunkat azzal, hogy csak akkorának tartjuk ezt a mindenséget, amikor át az értelmünknek a kulcsukán keresztül meg tudunk pillantani belőle. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Vagy azt gondoljátok, hogy boldogabbakká váltak azok, akik már nem hisznek? Akik már feladták a hitet? Vagy akik szégyellenek hinni? Boldogabbakká váltak ezek az emberek? Meg vagyok róla győződve, hogy nem. Sőt, nagyon sokszor tapasztaltam, hogy a kételkedő lélekben hihetetlen vágy van az élő Isten után. És hogy a kételkedése és a cinizmusa és a hangos kritikája nem egyéb, mint burkolt vágy az Isten világa után. Úgy szeretne egy ilyen ember hinni, és a modern embernek nincs nagyobb vágya, mint újra gyermeki módon hinni tudni,
egy élő Istenbe. Nos, nektek megadatott ez a lehetőség. Nektek szabad tűnik. Boldogok, bizony azok a boldogok, akik hisznek. Mert ezek soha nincsenek magukra hagyatva. Mindig van mellettük egy hatalmas valaki, aki segít az élet harcaiban, a problémáknak a megoldásában, a fájdalmaknak és a terheknek az elhordozásában. Az emberek, akár kellemetlen embereknek is az őszinte szeretésében. Van mellettük egy hatalmas valaki, aki kézen fogja őket, és átvezeti őket az életnek a különböző nehézségei. És aki megvigasztalja őket a szomorúságukban, és aki majd az útnak a végén utat nyit előttük a halálon át az örökké valóság felé. Merjed hát bátran mondani azt, hogy hiszem és vallom, és ígérem és fogadom. Merjed hinni, hogyha nem látod is, hogy a megfeszített és harmadapon feltámadott élő Jézus igazán a te urad és a te Istened, és majd akkor ő maga fog meggyőzni téged arról, hogy valóban az, hogy igazán a te megváltó urad és Istened. Mondjuk hát el neki az ének szavaival most mindnyájon, hiszen hallja, itt van közöttünk, Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó ne hagy! Te, ki poklon, bűnön, síron, egyedüli győztes vagy, gyünge hitben biztos engem. Készíts arra, hogy én lelkem láthat majd fenn, ó Uram, mindörökké boldogan. 295. számú éneknek a második versével imádkozzunk hozzá ilyen módon. Ez az én szerelmes gyermekem, akiben nékem kedventen. Ámen. Kedves fiaim és leányaim, tegyetek immár vallást Istenét a gyülekezet előtt, aki gyülekezetről. És tegyetek fogadalmat Jézus Krisztushoz és az ő Anyaszent Egyházához való hűségetekről, felelvén a következő kérdésekre. Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által önként magatokra veszitek? Mondjátok el az egyetemes keresztény egyház hitvallását az apostolok hitformát. Hiszek egy Istenben, minden hatalmas Atyában,
mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, Urunkban, ki fogantatik Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalak és elfeledtetik, számba alá fogultak, harmadnapon hantaikon felszállottak, felvére mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbán, onnan jöttek eljövendő ítélni eleveneket és mondatok. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges cselekvés, hanem szemben állok. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örökséget. Amen. Hadd kérdezzen továbbá, és Isten gyülekezet színe előtt. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma, minden hívőnek üdvösségére. És hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, Isten és emberek között, és egyedül az ő halálába vetett hit által igazolunk meg ingyen Isten kegyelméből. És ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követőnk, a református anyaszentegyházunknak holmi hűséges, engedelmes és áldozatra kért művei lettek. A minden kegyelemnek Istenet, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, tegyen benneteket erőssé, álhatatossá és tökéletessé a hitben, és az ő fogadás tételeiteknek a teljesítésében. Ővé legyen mindenkor a dicsőség. Amen. Úr pedig járuljon ide védekével az Úr asztalához, és egyénként is fogadjátok az áldást. Aki figyelmez az ígére, jó ugyan, és aki hívik az Úrban, fó meg boldogtan. Akik az Úrban hívnak, keresik meg gondol, várnak el nekünk az asszonyok, futnak és nem gondolhatnak, mert járnak és nem hálnak. Én vagyok az Úr, az Isten, aki tanítok akkorra, és vezetnek olyan úton, amelyen járhatás. Ő az Isten, aki elnyitott titeket az ő fiával, amikor Jézus Krisztusban van. Tudván vezeti munkát, hogy ennek kiállva valóban.